Vércukorszintmérés, étkezési tanácsadás, vérnyomásmérés a Bújtosi Városligetben. Egészségnapot szervezett a Makmarci Praxis Közösség vasárnap. A résztvevők személyre szabottan, saját állapotuknak megfelelő mozgásprogramot kaphattak, a dietetikusok pedig a megfelelő étrend kialakításában is segítettek. Az orvosok és a szakemberek célja az, hogy az elmélet után a gyakorlatban is megmutassák a lakosságnak, hogyan kell egészséges életet élni, és miért lenne ez fontos mindenki számára. Ennek a háttere pedig az, hogy benne vagyunk egy szép pályázatba, a három generáció az egészségét programba, és itt a Nyíregyházán egy 10 fős orvoscsoport, 7 gyermekorvos és 3 felnőtt arra vállalkozott, hogy egy év során a rájuk bízott 12-14 ezer embernek egy olyan programot igyekszik biztosítani, amivel mérhető javulást tud elérni a saját egészségébe is. Újhelyi János hozzátette, az egészséges életmód eléréséhez egy szemléletváltásra lenne szükség. Fontos lenne például, hogy ne csak akkor keressenek fel orvost, ha már valami probléma van. A megelőzésre és a szűrővizsgálatokra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. A jelenlegi egészség magatartáson változtatni kell. Heti 3-4 fizikai aktivitás lenne az optimális, illetve a megfelelő étkezésre is oda kellene figyelni. Az egészség, tudatosság nagyon messze áll a város lakosságától, és én azt gondolom, hogy ha nem ébredünk föl, akkor itt is nap mint nap tapasztaljuk, hogy csak a nem tudatos egészségi gondolkodás miatt veszítünk el egyébként embereket, amit el tudnánk kerülni. Tehát a nyíregyházi lakosságnál azt érzem, hogy a kezdeményezések jó dolgok, megjelennek, és vannak ilyen klubok, olyan klubok, de még az, hogy ez beépüljön a mindennapi életében, és nem csak egy mozgás tekintetében, hanem az egészséges életmód többi elemével együtt beépüljön, attól még messze vagyunk. A mozgásszegény életmódnak köszönhetően hazánk Európa egyik legelhízottabb országa, de a szívérrendszeri betegségek kialakulásában is nagy szerepet játszik az egészségtelen étkezés és a rendszeres mozgás hiánya.